Sziasztok! Ez itt újra a 60 Seconds, és ma is egy kihívást fogunk csinálni, viszont ez saját lesz. Szóval inkább egy, mondhatnám úgy, hogy játszunk egy normál játékot, csak én szabom meg, hogy milyen feltételek között, és a mai feltétel nem lesz más, hogy maradjon mindenki otthon, már aki lejön az óvóhelyre. De hogy nem mehet ki senki se túrázni, és ez semmi sem fogja jobban biztosítani, hogy egyetlen egy darab ember fogok magammal levinni, ez pedig nem lesz más, mint apa. Úgyhogy ez lesz a mai kihívás, igazániból ez inkább egy teszt, mint kihívás. Tehát megnézzük, hogy mire megyünk úgy, hogy csak egy ember megy le, aki nem mehet ki ezáltal. Tehát nem hagyhatjuk ott az óvóhelyet. Na nézzük, azért a legszükségesebbeket vigyük magunkkal. Tehát rádió, meg kiscserkés kézikönyv, az mindenképp kell, és utána tonnányi víz, meg az elsősegély csomag is jöhet, de kb. Tonnányi víz. Szia kislányom, te maradsz itt. Jó, még egy vizet azt már pakoljunk, azaz. Hát, Timike se jön velünk már. Jó, kis balta, az is jó lesz. Na, viszont pakoljunk még egy térképet. Hát jó, eddig mindent pakoltunk, csak kaját meg piát nem, úgyhogy jók vagyunk. Ezzel nem növeltem meg túlságosan a túlélési esélyeinket. Na, irány a fürdőszobom, általában ott mindig vannak jó tucok. Például anya, nem, kemotox az nem kell, kéne még víz nagy mennyiségben. Hoppá, és apa az úgy maga mögött hagyja így a bútorokat, mint az állat, tehát hogy... Ujjajajajajaj, ennél többet már nem hiszem, hogy viszek sajnos. Na jó, hát megnézzük, hogy ezzel mire megyünk. Hány napig tartunk ki. Kajánk az most lesz, vízünk már kevesebb. Vízünk már kevesebb, úgyhogy a jó szerencsében reménykedünk. Na, hát akkor mondom, a feladat, hogy mindenki marad a seggén, tehát mindenki, egy ember, tehát apa maga mögött hagyta a családját, hogy egyedül élhessen túl ebben a 5 csillagos óvóhelyen. Wow. Oké. Okay. Még találtunk egy puskát is. Hát ha már ennél több vizet hoztam volna, akkor lehet, hogy belefulladunk. Jól van, na nézzük akkor. Most pörgetni fogom az eseményeket, ne lepődjetek meg. És csak arra térünk ki különösebben... Ó, ez gyors volt, apa. Tehát, hogy még alig van borostád, de már megőrültél. Mi történt? Tehát beleőrült a magányba. Ez gyors volt. Határozottan gyors. Hát nem tervezünk expedíciót. Útba igazítunk pár embert, aki így a bomba után egy nappal útbaigazítást kér. Nem tudom, hogy élték túl. De megtörtént. És adtak nekünk egy szájharmonikát. Remek. Szuper. Na. Szomjas a Ted. Kicsit őrült is. Megszereljük-e a rádiót, mert elromlott. Ne. Hagyd úgy. Mert még csak rosszabb lesz. És jó döntésnek bizonyult. Éhes vagy? Nem, csak őrült. Jó, nem megy ki senki se túrázni, helyette ilyen szomorú arcokat rajzol. Egyelőre jók vagyunk. 5. nap. Na, és még mindig nem ment ki senki. Arra leszek kíváncsi, hogyha a fenekünkön maradunk, akkor mennyire fogjuk ide csalogatni a különféle martalócokat, kereskedőket, mert állítólag minél többet járkálsz ki, annál gyakrabban fognak jönni, mert ugye nagy a mozgás az óvóhely körül, és akkor az így bevonza őket. Na, mi történik itt? Nagyon büdös van, illetve nagyon büdös lett apa. Bűzlik. Konkrétan, jó, egy gázmaszkkal hát segítünk ezen a bűzön, elvégre csak azért hoztuk le a gázmaszkot, hogy a testszag ellen védekezni tudjunk. És, ja, jók vagyunk, továbbra is erős a sugárzás odakint. Ami nem öl meg, az erősebbé tesz.
és gázmaszkban el tudjuk viselni most már a saját testszagunkat is. Jó. Hatodik nap. Tűz. Tűz ütött ki az óvóhelyen. Na mit mentsünk meg? Három dolog közül, és ráadásul három kritikus dolog közül kell választanunk. A rádió, az első segélycsomag, és a kiscserkészek kézikönyve. Jó, hát akkor rádiót mentjük, mi mást? Ezt relatíve gyakrabban kell azért használni, mint bármi egyebet. Tehát a rádió az mindig segít rajtunk. Oké, kicsit odakozmált a bútor. Hát a... Micsoda? A kiscserkészek kézikönyve megmaradt? Ezt hogy? Első segélycsomag is. Apropó, nem tudom, hogy beaktiválni ezeket a másodlagos skinneket, amiket ugye unlockoltunk a legutóbb. Tehát, hogy ez így hogy? Tehát hiába kattintok rá jobb meg bal klikkel, semmi. Tehát tök hátverés az egész. Na, most, itt sikerült, jó. A pakli kártya helyett baseball kártya. És a lámpa. Ez az jó. Jó, akkor a lámpa, és mi volt még? Amire állokkoltuk legutóbb a skinneket? Jó, Tedre, rakunk valami jó menő sapkát. Melyik az ilyen magányos túlélő? Ez az jó, szerintem ezt az Indiana Jones-osat fogjuk rajta hagyni. Nagyon menő, nagyon menő. Jó, akkor csak nekem nem sikerült jól rákattintani korábban. Na, valaki már kopogtat, ki lehet az? Nyissuk ki. Hát, ha hoz nekünk valami jó dolgot. Vagy elvisz párat tőlünk, és az neki lesz jó dolog. Kislányunk túlélte kicsit őrültebben, mint valaha. Nem baj, nem baj, lehet belőle még mutáns. Aj, de jó, egy éhes szájjal több. Ha ide, örülök neki. Jó, az a szomorú hírem van, kislányom, hogy itt egy emberre készültünk, tehát csak egy ember fog kaját kapni. Te meg majd mész vissza oda, honnan jöttél. De hogy élte túl? Na, hallgattunk egy kis zenét a rádióból. Apa szomjas. És rádiózzunk még egy picit. Hát, ha elcsípünk mást is az orosz a rádióadásokon kívül. És... A kormányadását elcsípjük, aki majd megment minket. Mondjuk ki sem mozdulunk, hogy segítséget kérjük, de majd a kormány tudja, hogy itt vagyunk és megment minket, mert odaszólunk a rádión. Jó, adok a csajnak azért egy kis innivalót, hát ha segít. Van odakint pár nyugdíjas, a helyben lévő nyugdíjas otthonban, és lehet, hogy nekik nincs akkora szükségük a készletekre, mint nekünk. Nem rédeljük be a nyuggereket, mert ugye nem megyünk ki, ahhoz meg ki kéne menni, hogy berédelhessük őket. Egyébként most rájuk rabolnék, de nem teszünk ilyen csúnya dolgokat, úgyhogy ki fogjuk bírni. Azaz. Egyre jobb sapkák így Mary Jane-nek. Jó. Na, és jó döntés volt. Nem megyünk ki. Idős honfitársainkat nem megyünk ki lerabolni. Maradunk tovább otthon a fenekünkön. Na, mi történt? Egyre nehezebb levegőt venni ebben az óvóhelyben. Valami baj van a ventilációs rendszerrel. Oké. Akkor szereljük meg a kicserkészek kézikönyvével. Hát, ha sikerül, remélem nem sérülünk le túlságosan, de sikerült, betegek lettünk. Szuper. Megfertőzöttünk. Jaj, de jó, akkor majd használhatjuk az első segélycsomagot Teden. Még mielőtt bárkinek bármi baja esne. Viszont előbb ittassuk. Jó, nézzük meg, hogy hány napig bírja így betegen. Na, közben aktívan rádiózunk, mint az állat, és csörög a telefon is. Na nézd már. 13. nap.
Közben a rádión egy gyenge jelet fogtunk szintén. Mi történt? Jaj, ne. Ted úgy tűnik, hogy az őrületében a térképpel törölte ki a fenekét, úgyhogy a térképről lemondhatunk. Mert azok a barna foltok bizony nem hegyeket jelölnek már rajta. Na, kinek mi baja van? Mary Jane dézsmálná a készleteinket. Jó, egyszer kap még egy ilyen túlélő csomagot. Nem megy ki senki a telefonra válaszolni. Maradtok a feneketeken. Ez az óvóhelyünk, itt jó nekünk. Felkészültünk. Ó, Mary Jane most már csak nagyon őrült és nem fáradt. Oké. Végül is. Túlságosan veszélyesnek ítéltük meg, hogy random telefonhívásokra kiszálljunk. Inkább maradtunk itthon. Na nézzük Tednek. Egyelőre semmi komolyabb baja. Kicsit beteg, meg taknyos. De nem megyünk ki. Ó-ó. Vészhelyzet. Emberek állnak odakint, és nem tűnnek túl barátságosnak. Hát menjünk ki, és sprayzünk az arcukba. Ajaj, ez puskaropogás volt? Ja, úgy tűnik. Na és mi lett a végkifejlet? Hát, szemük közé sprayztünk, ők meg lőttek ránk, úgyhogy inkább visszahúzottunk, de a sprayt azt legalább ott hagytuk nekik. Nem baj. Sikerült valamennyire most elkergetni őket, de még visszajönnek. Oho. Na, kezdünk unatkozni, és valahogy el kéne ütni az időt. Mit csináljunk? Adonászunk a baltával? Tehogy is! Te légy hülye! Bár már az vagy, úgyhogy igen, ebből nem tudom, miről beszélek. Valaki kopog. Na, és úgy tűnik, hogy jó ötletnek bizonyult a baltával nem hadonászni itt a szűkos óvóhelyen, úgyhogy legalább nem sérült meg senki. És nem is daraboltuk, kaszaboltuk fel egymást, viszont valaki kopog. Valaki kopog. Egy kereskedő. És szeretne kereskedni velünk és muníciót venni. Hát itt mi csak a sakkot tudnánk odaadni, de azt meg nem fogjuk, úgyhogy bocsika. Töltényünk meg nem is volt. Na nézzük, mit csinált a kereskedő. Hát csalódott, a távozott. Jó, 17. nap. Mit történt? Mary Jane-nek sikerült kicsorbítani a baltánkat. Szuper! Na jó, hát akkor ő többet már nem kap büntetésből kaját. Viszont eladhatunk valamit. 4 vizet kapnánk a rádióért, 2 az elsősegélykészletért, és 1. Azt a mindenségét, szerintem 1 vízbe is ruházunk a dáma készletért cserébe. Ó, igen, viszont a kereskedővel nem biztos, hogy kellett volna bizniszelni. Még a végén sugárfertőzöttek leszünk, mert ugye kinyitottuk az ajtót. Jó, Mary Jane az teljesen dehidratált, úgyhogy igazán ebből 1 napja van velünk nagyjából. Jó, mivel kaptunk egy új vizet, ezért kaphat belőle egy kortyocskát. Ó, jön a hamis kártyás. Francokat fogunk hamis kártyázni vele. Még a végén elnyerné az vizünket. 19 napot éltünk túl, anélkül, hogy bárki kimozdult volna. Éhezik a gyerkőc. Jó, Ted, az közben jó hűzőket falatozik. Senki nem megy ki. Na, és viszont itt a katonaság, és szeretnének, hogyha jelet hagynak. Jó, Ted életét kockáztatva kimegy egy pakli kártyával, vagy most jelenleg ugye baseball kártyával, hogy jeleket hagyjon a katonaságnak. Betegen. Lássuk, hogy ez sikerrel vette-e. Igen, elhelyeztük a kártyákat a megadott koordinátákon, és most már csak várjuk,
hogy megmentsenek minket. Vagy hát, hogy jelentkezzenek újfent. Na, megint túl nagy a csend, úgyhogy a rádiót használjuk. A végén még túl fogunk élni. Tehát megmentenek minket. Jó. Apa az teljesen elvesztette a józan eszét, de legalább idomult kislányához, aki éhezik és szomjas, de nem fog kapni tőlünk egy konyit sem. Na, hát belehallgattunk a statikus zörejbe. Ez igazából nem nyugtotta meg túlságosan az idegrendszerünket. Mary Jane továbbra is éhezik, és mi történik? Egy leveses konzerv hiányzik. Ki lehetett az? Valószínűleg a kislányunk, aki éhezik, úgyhogy vátoljuk be őt. Ő tulajdonította el a leveses konzervet, úgyhogy kislányom a kínpadra. Kicsit viharvertnek tűnsz. Ja, egymás ellen fordultunk. A jól táplált apa és az éhező kislány, aki egyelőre még szinte jól tápláltnak tűnik. Ja, apa kicsit beteges. Na, holnap már biztos eltűnik a kislány. Nem, még mindig itt van. Hude kitartó. Hude kitartó. 23. nap. Csörren a telefon, és ahogy nézem, megbetegedett ő is. Adjunk neki egy kaját, most már megérdemli, ha már idáig bírta, lehet elkapta apától. Hát kellett annyit kimozdulni? Vagy lehet, hogy csak most jött ki rajta, mert ugye a 6. nap körül jött be, és azóta eltelt 18 nap, vagy 15 nagyjából. Tehát egy ilyen bő 2 hét, és most jött ki rajta a sugárfertőzés. Na megint csörög odakint a telefon, de nem megyünk ki érte. Nevetséges. Ki telefonálhat ilyenkor? Már megint kopognak az ablakon, az ajtónkon. Na nézzük ki, mi baja. Apát szerintem, hát megpróbáljuk gyógykezelni? A Mary Jane előbb kapott kaját, most túl kéne élnie. Egy fiatal nő volt, aki terepmintás ruhába óriás mutáns pókokra vadászott, és ő is töltény kérdez. A töltény ez nagyon-nagyon kelendő cucc errefelé, úgyhogy... De hát nincsen töltényünk, soha nem is volt. Jó, adjunk neki még egy leveses konzervet. Reméljük, hogy a betegséget most már kiheveri a kis család. Na, úgy tűnik, hogy mutánsokkal találkoztunk, akiknek 3-szor annyi keze van, mint lennie kéne. Mutáns jó emberekkel. Hát és megszánjuk-e őket? Cserébe ők majd megvédelmeznek minket az expedíciók alatt. Nem, mert nem megyünk expedíciókhoz, és különben is mit akarsz itt mutáns ember a kapunál? Takarodjál, még elkapok tőled valamit, és nekem is 6 kezem nő. Kicsit viharvert a társaság. Mary Jane még mindig éhezik. Ezt hogy hozta össze? Na jó, Tedet kúráljuk ki most már. Tovább nem akarom húzni. Mary Jane-t hagyjuk egyelőre még egy picit szomjúhozni. Ajaj, a statikus zörejbe belehallgattunk kicsit jobban a rádión, és úgy tűnik, hogy egy hangot véltünk felfedezni. Lehet, hogy a szovjetek voltak. Hallgatni kéne, mi legyen a gyerekekkel? Hát hallgassák ők is. Egyszem gyerek, kit érdekel, mi van vele? Ő úgyis csak a jó szerencse és a gondoskodás hozta ide le. Jó, Ted, most már jobban van. Bármint fizikailag. Mentálisan már nincs, és valószínűleg örökre elvesztettük.
Na, belehallgattunk, és... Ezek kanadaiak voltak, igen, a kanadai rádió adás. Így állapjuk. Na, már megint valaki megtalált minket. Tehát tényleg, nem akarunk kimozdulni. Már a 27. napnál járunk. És csak jönnek. Jönnek ide az emberek. Na, egy emberke van itt az ajtónál, aki azt mondja, hogy ő az Astronauta program egyik résztvevője volt, és hogyha adunk neki vizet vagy kaját, akkor hatalmas nagy titkokat árul el az Astronauta programról. Hajtsuk el az ilyet már a vérbe, de tényleg, mit akar az ilyen ilyenkor? Na, egy alapszabály van, nem nyitunk ajtót senkinek, különösképpen a félőrült astronautáknak. Úgyhogy elhajtottuk őt. Na jól van. Mary Jane-t már nem tudjuk meggyógyítani. Nagyon dehidratált és éhezik is. Hát apába töltünk egy kis kaját, elvégre itt most ő a lényeg. És igazából Mary Jane csak bekavart itt nekünk. Találtunk egy lukat az óvajen. Menjünk le és nézzünk körül, hogy mi lehet ott. Na, úgy tűnik, hogy a kislányunk az elhagyott minket. Egy óriás krokodil volt oda lett a lukban. Nem is, egy aligátor. Úgyhogy hál' Istennek sikerült elkerülni. Mary Jane itt hagyott minket. Ahogy jött, úgy el is ment. Hát jó, legalább egy fél vizet, meg egy fél leveses konzervet azért így beletöltöttünk, de lehet, hogy egy majdnem egy egészet. Na, újabb rádióadást fogtunk a katonaságtól, és ki kéne menni megint, de vehetünk gázmaszkot. Úgyhogy el kell menni egy találkozási pontra, és most már viszünk gázmaszkot, ha nem leszünk betegek. Sugárfertőzöttek. Hát igen, ha van otthon gázmaszk, meg sugárvédő ruha, azért az sokat segít az ilyen szituációkban. Remek! Mindent sikerült megbeszélni. És most már úton van a segítség, reméljük, hogy nem kell túl sokat várni rájuk. Ja, még van egy olyan, hogy zseblámpával kéne jelezni. Ajaj, megint itt egy kereskedő, és házalni próbál egy leveses konzervért, de nem. Tőlünk nem csal ki leveses konzervet senki. És jó, haladunk tovább. A szabadság nevében kinyitni. Ajaj, ki lehet az? Mert ugye a szabadság nevében sok mindenki kérhet bebocsátást. Hát nézzük meg! Elvégre a hadsereggel már leboltoltuk a dílt, és 32. nap. Ajaj. Hú, az igen. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen... militarista, ifjúsági csapat volt. Akik igazándiból most felcsaptak ilyen helyőrségnek, és segítenek a rászorulókon. Például apán is, és kaptunk 2 vizet. Szuper. Na jó, hát így már aztán tényleg kihúzzuk nagyon sokáig. Harmonikázzunk. Mi rossz történet? Már megint csörög a telefon. Jaj, és bevonzottuk ide a csótányokat. A múltkor az tök jó volt, hogy jöttek a csótányok, mert segítettek rajtunk, úgyhogy igazából most is tök jók vagyunk. Már megint telefonhívás, de nem fogunk vele foglalkozni. Jó, Ted már nagyon szép szakállat növesztett. És jó, csak nézzük meg, hogy akkor minden rendben a pocakban, igen. Na, és szájharmonikázunk kicsit még így a csótányoknak. Azok is adnak szerintem kaját.
kaptam egy teljesítményt diszkórócs néven. Nem tudom, mi lehet az. Hogyha nem tudod őket leverni, akkor csatlakozz hozzájuk. Nagyon tetszett a csótányoknak a zene, és ritmikusan elkezdtek mozogni az ütemre, aztán utána szétszélettek, és visszatértek egy leveses konzervvel, meg egy vízzel. Ezek ilyen kigyúrt csótányok, tehát ilyen konzerveket cipelnek, meg vizeket, úgyhogy hajrá. Az egy ilyen másfél literes palack azért nem olyan könnyű, szóval ha egy csótány elbírja, akkor az már kemény. Valaki kopogtatott. Hát kukucskáljunk ki, hogy ki lehet az, lehet, hogy a katonaság. És? Ki ez, mi ez? Hello? Hát gyakorlatilag itt hagyunk egy 5 csillagos óvóhelyet azért, hogy... Ajaj. Tehát kinyitottuk, és egy kedves jótevő volt, aki 2 leveses konzervet vágott hozzánk, de utána Ted nem tudott mit kezdeni az őrületével, és utána nekivágott a pusztaságnak egyedül, követve hűséges zokni állatkáját, és elhagyta a bunkert. Hogy apa a 36. napon kiszállt a buliból. Ne már! Ne már! Most ez komoly! Itt vagyunk gyakorlatilag, nézzétek meg, egy 5 csillagos óvóhelyen. Kaja az több van, mint amikor elkezdtük. A pia is nagyjából ugyanannyi. Itt van még a gázmaszk, van puskánk, rádiónk, kis serkész kézikönyv, elemlámpa. Az igen. Hát gyakorlatilag csak a kötszert meg a dámajátékot adtuk el, de a dámajáték helyett lett szájharmonika, és a... ja, meg a sprayt, igen, a sprayt hagytuk el. Úgyhogy ez nagy szemétség volt játék, ez nagyon-nagyon nagy szemétség volt, de 36 napot túléltünk, és valószínűleg még több nap túl lenne élve, hogyha Ted nem dönt úgy, hogy a zokni bábúját kergeti a pusztaságba és tovább. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mára ennyi. Hát így nézett ki, amikor otthon maradtak családunk tagjai. Beleőrült egy szem családtagunk, aztán utána elment zokni bábút kergetni a pusztaságba. De ti ne tegyetek így, maradjatok ti otthon, és üssétek el az időt. Én pedig mára búcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk hamarosan. Sziasztok!